EUB8851 AO X-típusú gőzsütője az Electroxnak. Gőztartályba öntjük be a vizet, a belső gőzgeneráton keresztül a ételre, illetve a sütő belső részén csapódik le. Ezzel a gőz funkcióval tudunk háromfajta gőzpárolás, vitássütést, illetve aszalást, illetve gőzsütést kombinálni normál sütő funkciókkal. A sütőnek az alaptartozéka egy darab teleszkópos sütősű, mely nagyon-nagyon hosszúra kinyúlik, tehát nagyon könnyen megáll rajta az étel, nem borul ki, forró ételt sokkal könnyebb mozgatni. Alaptartozik a továbbiakban kettő darab grillrács, még egy normál, illetve egy mély tepsi, ez a gőz generátor részén található tartályba egy szivacs, ez egy kis segédlet, illetve a sütőnek további alaptartozik egy darab húsmag hőmérő, ezt ide becsatlakoztatva az étel közepébe tudjuk szúrni, ez kifejezetten ilyen keményebb ételeknél, húsoknál, vadaknál ajánlott, látjuk a belső hőmérsékletét, sztékeknél például, hogy mennyire akarjuk átsütni ezt. A sütőnek az üvegezése nagyon könnyen szétszedhető, tisztán tartható, négyes üvegréteg, így lehet lapozgatni azokat. A négyes üvegréteg miatt a sütő oldalfala kívülről hideg, szellőző, illetve hűtőventilátorok segítségével történik, ezért mondjuk 200-250 fokos sütésnél is érinthető hideg marad a külső oldalfal. Készüléknek a sütő funkciója következőek. Gőzfűtő révén rendelkezik a vitássütésekkel, zöldségekhez ajánlott intervallsütés, intervall plusz sima sütés, tehát ez a gőz plusz normál sütés kombinációja, számos ételt lefett, húsoktól a keltésztáig majdnem minden elkészíthető benne, eco gőz, egy degenerálódás, egy hőlébefúvás, alacsony hőfokon nedves gőzzel, egy sima alsó sütés, egy mirelit kiolvasztás, egy grill felső sütéssel kombinálva, egy infrasütés, az a hőlékkeverés nagy felületű grill kombinálása, egy alsó-felső sütés, statikus pizzasütés, alsó sütés hőlékkeveréssel, ez gyakorlatilag az alsó sütésnél a keltésztát süt, illetve a hőlékkeveréssel a feltéteket. Hőlékbefúvás nagy hőfokon, kenyérsütéshez ajánlott például. Körbe is értünk a sütő funkcióban. Vannak előre programozott sütőopciók, itt különféle étel, tehát sertés, borjú húsoknál. Ha belépünk a menübe, akkor meg tudjuk választani, hogy csirkeegészben pulyka, kacsa, liba, szárnyasok, kiválasztunk egy funkciót, akkor megajánlja a készülék, hogy melyik tepsi fokozatra rakjuk az ételt, mennyi ideig tart az elkészítése, körülbelül érték, illetve az ajánlott hőfokot. Rendelkezik úgynevezett kedvencek menüvel, mely nagyon gyorsan elérhetővé teszi a leggyakrabban használt sütőfunkciót, illetve a húsmag hőmérő beállítással meg tudjuk nézni a kijelzőn a étel belső hőmérsékletét, ezáltal például a sztékeknél tudjuk azt, hogy mondjuk közepesen átsütve vagy jól átsütve, hogy milyen belső mag hőmérséklettel kell, hogy rendelkezzen. A készülék rendelkezik egy gőztisztítás funkcióval, ilyenkor tartályba vizet kell tölteni, itt 250 ml-t javasol, illetve ecetet a vízkötelenítéshez. Ez a gőztisztítás nagyon hasznos és jól működő folyamat, minden igazából káros vegyszert nem tartalmaz, és mondjuk egy nagy hatásfokkal dolgozó tisztító funkció. Speciális beállításoknál találunk megint előre elkészített recepteket, illetve egy extra funkciókat, edénymelegítés, ugye a tálalásnál ne a hideg tányérra rakjuk az ételt, egy tartósítás, aszalás, elegen tartás, ha elkészült az étel, mirelit kiolvasztás, illetve például a kenyérsütés külön funkcióját, ami majdnem minden keltésztához, kenyér, zsemle, kalácsféléhez használható. Nem használjuk a készüléket, stand-by üzemmódban a pontos időt mutatja.